Kedves nézőink, így évvégén megszokott az, hogy az ember mindig egy picit úgy értékeli az elmúlt évét, hogy hogyan sikerült. Hát a miénk, már mint így Magyarország, de egyébként a világ szinten is, hát nem túl jó sikerült idén. Köszönhető ez a koronavírus járványnak. De hát nem csak az ember életében történnek ilyen dolgok, hanem bizony egy város életében is, és hát arra gondoltunk, hogy így évvégén egy picit beszéljük át Siklós István polgármester úrral, hogy Mezőberénynek hogyan is sikerült ez az idei év, ez a 2020-as év, ami hát ugyebár nagyon jól indult egészen márciusig. A tisztelettel köszöntöm a Kábel Televízió nézőit. Sokféleképpen lehet értékelni egy ilyen évet, mint az idei. Egy olyan évet, ami még soha nem volt a világon. Egy olyan megakasztott gazdasággal, működéssel megáldott, megvert év, amikor egyszer lent voltunk, aztán azt hittük, hogy már egész jó úton indulunk, és aztán megint a padlóra kerültünk. És azt gondolom, hogy nem is talán elsősorban a gazdasági, nem a pénzügyi részek, hanem lelkileg kerültünk padlóra többször, többen is. Ha most te nem kérdeznél, akkor egy ilyen rövid másfél órás szöveggel készültem erre a dologra, hogy akkor hogyan is értékeljük ezt az évet, hiszen mindenek ellenére, annak ellenére, hogy számtalan nehézséggel kellett szembenéznünk az idén, mégiscsak voltak eredményeink. Kézbe fogom venni a papíromat, mert sok mindent fölírtam, amit nem szeretnék kihagyni. Annak illusztrálásaképpen szeretném ezeket elmondani, hogy lássák az emberek, hogy azért nagyon sok minden történt. Azon túlmenőleg, hogy a tudomásomra jutott esetek száma Mezőberényben 181 pozitív teszt eredmény, és sajnos mára már 7 elhalálozás is volt. És ezek nagyon szomorú tények, amikor valamennyi családnak, akinél elhalálozás volt, csak részvétemet tudom kifejezni, hiszen nem mindegy, hogy az ember miben hal meg, a családot ez hogyan érinti. Ez úgy gondolom, hogy minden várakozást fölülír egy ilyen vírus miatti elhalálozás. És ha erről az oldaláról nézem, akkor ez egy nagyon negatív év, nagyon rossz év. Ha a másik oldalát nézem, hogy azért történtek pozitív dolgaink is, akkor talán nem annyira rossz ez az év. A város a működőképességét meg tudta óvni, meg tudta védeni, mind a kötelező feladatait, mind pedig az önként vállalt feladatait maradéktalanul elvégezte, egy kivételével a strandfürdőnek az üzemeltetését nem oldottuk meg az idejében, ami nem csak pénzügyi, de egészségügyi okokra is visszavezethető, hogy miért nem működtettük. Beruházások és felújítások között elég sok minden tudnék említeni. Összességében 803 millió forint az, ami az idejében fejlesztésben, beruházásban megmutatkozott. Kinizsi utca óvoda, vagy ha úgy veszük, akkor a Csiribiri óvoda 30 millió forint körüli összegből újult föl, vízszigetelés, külső fal szigetelés, napelem került föl, tehát, és a még hiányzó nyílászárok cseréje is megtörtént, megfelelő hőszigetelésű nyílászárokra. Az város északnyugati részén a belvíz elvezető rendszer elkészült 120 millió forintos kiviteli költséggel, illetve teljes pályázati költséggel, ami lehet, hogy az embereknek nem látványos, viszont egy óriási nagy előrelépés abba az irányba, hogy további területek kerüljenek a városban olyan helyzetbe, hogy nagyobb víz esetén el tudjuk vezetni a vizeket. A második ipari terület is elkészült, 100 millió forintos költséggel két helyszínen, a Penny mögötti területen, illetve a másik ipari területünk mellett. Mind a kettőnél a útbekötések készültek el, illetve a körbekerítése, és napokban fogják felszerelni azt a töltőállomást, ami elektromos autók töltéséhez lesz használható. Kérdezhetik az emberek, hogy miért pont erre lett költve. Hát azért, mert hogy minden beruházáshoz ma már, amit pályázati forrásból valósítunk meg, valamilyen energetikai beruházást is kell elvégezni, és ez volt a legkézenfekvőbb, hogy egy ilyen pályázat, vagy egy ilyen töltőállomást alakítsunk ki.
elkészült, átadásra került a Békés út 12 szám alatti épület. Ez most már 9 lakó biztos fix eladásra került, a 10 lakás, vagy a 9 lakást, 10 lakást terveztünk ide, illetve valósult meg, a 10-et is eladásra szántuk. Ez 171 millió forintos beruházás volt nettó értékben. December 31-ére átadásra kerül a Mixát utca, a 3 szám alatti 20 lakásos bérlakás. Ez 265 millió forintos költséggel készült. Ivóvízhálózat javítására került sor a Mátyás Király utcán, illetve a Szarvasi úton, ott még ezután fog a döntő része megvalósulni, mintegy 54 millió forint értékben. Ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a Mátyás Király utcának a újraaszfaltozása 15 millió forint értékben. Van egy sportparkunk a Tópart vendéglő mellett 16 millió forintos költséggel. Ez is pályázatból valósult meg. Járdaépítés saját forrásból 10 millió forint, Kereki Munkácsi Zöldfa utca és több kisebb szakaszon. Kátyúzásra 8 millió forintot tudtunk fordítani, később majd lehet, hogy szóba kerül, hogy miért csak ennyit. Kossuth téri park teljes felújítása, vagy nagy részbeni felújítása is megvalósult. Reméljük, hogy tavasszal gyönyörű szép új megjelenése lesz a parknak, 3,5 millió forintból. Játszóteret építettünk a Tó utcán, 3-4 millió forint közötti összeg, azért nem tudjuk pontosan megmondani, mert bizonyos eszközöket egyik pályázatból, bizonyos dolgot másik pályázatból tudtuk megvalósítani benne. Mezőgazdasági eszközöket vásároltunk most évvégén 3,8 millió forint értékben, amiket majd tavasztól már láthatnak az emberek különböző helyszíneken dolgozni. Itt elsősorban fűnyíró traktorokra, láncfűrészekre, fűkaszákra kell gondolni, amik a kézi munkát segítik, erősítik. És hát, mint említettem, ez összességében 803 millió forint. Repkedtek a milliók rendesen. Tessék, bocsánat. Repkedtek a milliók rendesen. Repkedtek. Ez mind pályázat egyébként, vagy pedig ez saját erőből is? Nagy része pályázat egyébként, saját erőből kevés dolgot tudnánk megvalósítani, de azért nem elhanyagolható a saját forrás, hiszen a két épületről, amiről beszéltem, a Békési út 12 és a Mixát Kálmán utcán a saját erőből tudtuk építeni, ugyanígy a járdaépítés, felújítás és a kátyúzási saját forrásból valósult meg. És ugye ezek már a lezárultak, de hát azért vannak olyan pályázataink, amik folyamatban vannak még. Mint mondtam, hogy készültem egy kis rövidebb anyaggal, és ebben egy másik fejezetben beszélnék erről, mert még ide az idei évhez el kell mondani, hogy egy nagyon fontos területe az önkormányzatok működésének a szociális téren történő tevékenységeknek az elvégzése. Itt gondolok az intézményesített szociális ellátásokra, mint a humánsegítő és szociális szolgálatnak a dolga, és ott sok-sok terület, illetve gondolok azokra a segélyekre, amiket az idei évben is meg tudtunk valósítani, sőt az idei évben plusz segítséget is tudtunk nyújtani, hiszen élelmiszercsomagot juttattunk el a legrászorultabbaknak, ez 526 családot érintett, 1230 körüli személlyel, illetve a megszokottakból a tűzifa segélyt ide évben is 350 személynek, családnak tudtuk biztosítani, ezen kívül az egyéni kérelmekre történő segélyezést kicsit talán magasabb szinten, mint az előző évben, nagyobb összegekkel tudtuk segíteni az embereket, mert több rászorult volt, illetve rosszabb helyzetben voltak bizonyos családok, és hát nem utolsó sorban a Spektrum Alapítványnál is képződött egy alap, egy keret, amit szintén az emberek megsegítésére, szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek megsegítésére fordított az alapítvány. Ez az alapítványi segítség, ez elsősorban egyébként felsőoktatásban tanuló fiatalokat érintett, olyanokat, akik a Covid vírus kapcsán a családjuk rosszabb helyzetbe került, őket támogatta az alapítvány ebbe befolyt összegekből. Jó, akkor ha még nem megvalósult beruházásokra beszélünk, akkor tényleg beszéljünk arról, ami te is említettél, hogy lehet, hogy szóba kerül még, a kátyúzás. Tudjuk azt, hogy az most nagy probléma a városban.
nem kell hozzáfűzni semmit, tudjuk, hogy miről van szó. És 8 millió forintot említettél, hogy annyi jutott még csak rá, mert ez mégis még csak. Az idei évben 8 millió forintot tudtunk erre fordítani. Az előző években minden évben a gépjármű adóból befolyt, illetve helyben maradó összeget, a gépjármű adó 40%-át ezt használtuk kátyúzásra, útfelújításra. Ez 25 millió forint körüli összeg volt, ez kiesett a költségvetésünkből teljes egészében, nem is fog visszakerülni a jelenlegi információink szerint, így az prognosztizálható, hogy a következő évben sem fogunk tudni sokkal nagyobb összeget erre elkülöníteni, holott szükség lenne rá. Bizakodóak vagyunk, és majd itt a mi várható fejezet részben fogok erről is szót ejteni. Jó, mert itt ugye van egy olyan eszköz, amivel végül is a Mátyás Király utcát is lehúztátok, tehát az már a város tulajdonában van? Ez a nem. Gép? Nem. A Mátyás Király utcát azt egy vállalkozás, a Svitelszki készítette, nincsen... Ja igen, a kátyúzást tudjuk. Kátyúzást, azt tudtuk megoldani, egy részét, az izgalmasabb részeget, ha úgy tetszik, ahol nagyobb szükség volt pontosabb, precízebb, mélyrehatóbb munkára, ott ez az infra megoldás, ez lett alkalmazva. Ez azért jobb, mert összeolvassza a körülötte lévő aszfalttal azt az anyagot, amit bedolgoznak, és így hosszabb időtartamra jó minőséget biztosít. Jó, hát még az elmúlt év nagy vesztesége közé tudjuk sorolni a fizioterápiánk elvesztését. Azzal azt gondolom, hogy lezárult az ügy, hiszen ha jól tudom, akkor hát az annak vége. Vége akkor van, amikor feladjuk. Mi ezt nem adtuk föl, a fizioterápiát, de jelen pillanatban sem a politika, sem pedig a gazdasági oldal nem támogatja ennek az újraindítását Mezőberényben. Vélhetőleg akkor fogjuk tudni csak újraindítani, hogyha a strandon egy nagyobb beruházást tudunk végrehajtani, ami keretében egy új fizioterápiás gyógytornász részleget, illetve reumatológiai kezelő részleget tudunk megépíteni. Ez terve van, a terveink készen vannak rá, a forrás keresésének az időszakában vagyunk. A másik dolog, a labor, az veszélyben van egyébként? Vagy csak én értettem félre valamit? Mint hogy a múltkori, hát a jó múltkori testületi ülésen szó lett volna erről. Hogy igyekszetek minél tovább megtartani és üzemeltetni. Hát remélem, hogy nem tudsz többet, mint én. Mert én akkor azt, csak én értettem félre. Mert én azt tudom, hogy a labor önként vállalt feladata az önkormányzatnak, és amire utaltam, hogy a lehető legtovább igyekszünk megőrizni ennek a dolgait, mint önként vállalt feladat, 5-6 millió forintos forrást igényel a várostól ennek az üzemeltetése, mert nagyon kevés támogatást kapunk rá, de ez lesz az egyik utolsó olyan dolog, amit megszüntetünk, hogyha önként vállalt feladatot kell esetleg megszüntetni, mert azt látjuk, hogy nagyon sok embernek segítünk, olyan embereknek, akik lehet, hogy nem mennének el Békésre vagy Békés Csabára labor eredményt, vagy labor vizsgálatot elvégeztetni, mint ahogy a fizioterápiára is lényegesen kevesebben járnak át Békésre, mint ahányan itt Mezőberényben igénybe vették a szolgáltatást. Na hát akkor először csak jobban megijedtem a szavaktól, mint amennyire kellett volna. De azért mégiscsak át tudunk térni a jövőbeni, illetve a múltbéli, de végül is a jövőben megvalósuló tervekre, és ezek közül is szerintem a legeslegfontosabb, ami a legtöbb mindenkit érdekel, az még mindig a közvilágítás, mert azt már úgy várjuk, mint a messiást. Második éve. Igen. Folyik a, most már azt mondom, hogy harc, az NKM, az önkormányzat, illetve a döntőbizottság között, a közbeszerzési döntőbizottság között. Mi elkészítettünk egy pályázatot, amit kiírtunk, kértük ajánlatokat a közvilágításra. Ezt az ajánlatot, az ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot egy berettyóújfalui cég nyújtotta be, akik egyébként nagyon sok helyen a megyében is már végeztek ilyen munkát, készítettek el ilyen felújításokat. Ezt a közbeszerzésünket megtámadta az NKM, az az NKM, aki egyébként nem akart ajánlatot adni erre a munkára, akkor nem is volt még olyan csapat, akivel meg tudta volna valósítani. A döntőbizottság úgy döntött, hogy akkor mi nem teljesen szabályosan jártunk el, 2 millió forint büntetést kellett fizetnünk, meg nem tudom, még valami kis apró pénzt is, megtámadtuk a döntőbizottságnak a döntését, ezt a Budapesten
az ügyészség tárgyalta, visszautasították a első fokra a döntést, visszautalták a 2 millió forintot, meg az összes többit, amit befizettünk ez ügyben, és azóta áll a történet, nem kaptunk újabb információt, nem dőlt még el az, hogy ez most beruházás vagy beszerzésnek minősül ez a szerintünk beruházás, amit ugye építési munkaként tudunk meghatározni, még mindig folyik várjuk az utolsó, a másodfoknak a döntését ezzel a üggyel kapcsolatban. Hát igen, nagyon várjuk ennek a megvalósulását. Szerintem ez lesz Mezőberény leglátványosabb. Igen, végül is a leglátványosabb beruházása, ha megvalósul egyszer. Egyszer meg kell valósulnia, de mint látjuk, a napokban kaptunk egy levelet, amiben tájékoztatják az önkormányzatokat arról, hogy akkor január 1-től nem NKM lesz, hanem valami rettentő hosszú nevű, de a Démász benne lesz, mint névben, ami korábban is volt, hogy Démász volt ezen a területen, hogy ezeknek mi az értelme, fogalmam nincsen, de elviszik az energiát, az időt azoktól a tényleges munkáktól, dolgoktól, ami például itt kellene, hogy akkor felújításra kerüljön a teljes közvilágítás. De ha már az ilyen nagy multicégekről beszélünk, ilyen államiról, olvashattuk, meg hallhattuk is a hírekből az Alföld víz esetét, és ha jól tudom, nekünk is közünk van, hiszen mi is tőlük kapjuk a vízünket. Most akkor ott megnyugtató eredmény volt ez a tőke emelés, vagy ez a befonás, vagy ez a nem tudom én micsoda, hogy fog folyni a víz a csapból, ugye, ezek után is. Ez biztosítottnak látják legalább. A közműszolgáltatás a víz esetében az önkormányzatok kötelező feladata. Az egy másik kérdés, hogy kivel, miként oldja meg ezt a feladatot. Ugye nagyjából három megyére vonatkoztatva az Alföld Víz ZRT látja el ezt a feladatot, üzemelteti az ivóvíz, illetve a szennyvíz hálózatot, és az ehhez kapcsolódó minden egyéb részletét. Az Alföld Víz ZRT ott tart, hogy több milliárdos veszteséggel dolgozik, ezt a több milliárdos veszteséget köszönhetően annak szedte össze, hogy a rezsidíj csökkentés miatt befagyasztották még 2012 környékén a lakosság által fizetendő vízdíjakat, szennyvízdíjakat, ami egyrészt nagyon jó a lakosságnak, hiszen nem kell többet fizetni, másrészt borzasztó rossz a lakosságnak, mert nem képződik olyan nyereség, olyan bevétel a cégnél, amiből a felújításokat el tudnák végezni. Jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor 4,5 milliárd körüli mínusszal rendelkezik a cég, amit úgy próbál megoldani, hogy a törzs tőkéjét leszállítja. Ez könyvelési manőver egyébként, de egyértelműen pénzhez jusson, gondolom ezért, nem? Nem ilyen egyszerű, mert itt nem pénz mozog igazándiból, hanem könyvelési tételek mozognak, viszont egyértelműen vagyonvesztést jelent. És nem csak ezt szállítja le, hanem leszállítja a törzs kötvényeknek az értékét is, ami szintén papíron eredményt jelent, tehát papíron egy kicsit tud egyensúlyozni rajta. De az igazi megoldás mégsem ez, hiszen a veszteségét a cégnek a rezsiköltségen túlmenőleg nagyban befolyásolja az a közműadó, amit mindenhol meg kell fizetni, és mindenhol ugyanakkor az összeg, hiszen Budapesten is, Mezőberényben is ugyanannyit fizet kilométerenként a vezetékek utána a szolgáltató, csak még Budapesten egy kilométeres szakaszra esik mondjuk 50 vagy akár 100 fogyasztó is, itt lehet, hogy egy kilométeres szakaszra nem esik csak 2-3 fogyasztó, és ugyanannyi díjat kell megfizetni utána. Van egy harmadik dolog is, ami miatt a cégnek a helyzete az eléggé instabil, mégpedig az, hogy volt egy nagy projekt, nagy álom, hogy átvezetés történik Romániából, Arad környéki kutakból, nagyon tiszta, nagyon jó minőségű vizeket hoznak át Magyarországra, és ezzel keverik be az itt lévő magas arzéntartalmú, szóval a határértéknél magasabb arzéntartalmú vizekbe, és ezzel tudják teljesíteni az Európai Unió által előírt arzén tartalmat. Igen, ám csak, hogy ez a
ez az átvezetés ez nem történhetett meg, mert a kormányközi egyezményt nem írták alá a két ország részéről. Így egyrészt benne maradt egy csomó kiadás ebben a projektben, másrészt pedig el kellett érni azt, hogy az arzén tartalom az alacsonyabb legyen, és ezt különböző elektroizémizés úton tudják megoldani, meg vegyszeres kezeléssel, aminek a költsége lényegesen magasabb, mint az Aradról hozott víznek a költsége lett volna, így ez is nyomja a cégnek a kiadásait. Ami miatt a legutolsó körben én is rábólintottam, hogy akkor szállítsuk lejjebb ezeket a törzstőkét, meg a törzs részvényeket. Annak az oka az, hogy ezelőtt két héttel körülbelül a szavazást megelőző pénteken megjelent egy kormányrendelet, amely a közművezeték adónak a jelentős csökkentését jelenti a következő évtől január 1-től. Ez azt jelentheti, hogy egy kicsivel jobb helyzetbe tud kerülni a cég a következő évben, ugyanis én azt gondolom, hogy ezzel a leárazással, ezzel tulajdonképpen csak a jelenlegi mínuszát tudja kezelni a cég, és nem tudja kezelni azt, ami a jövőben keletkezik, hiszen már a következő évre is 1,7 milliárdos mínusszal számolt a cég. A információink szerint ez a törzstőke leszállítás, meg az összes többi ilyen manőver, könyvelési manőver, ez tulajdonképpen azt készíti elő, hogy az állam át akarja venni a szolgáltatást. Talán nem csak ezen a területen, hanem az egész országban. Hasonló módon létrehozva egy holdingot, mint amilyen a Kuka a szemétszállításnál, vagy egy központi helyről fogják majd kiválasztani azt, hogy ki fogja nekünk a vizet biztosítani, meg a szennyvíz elszállítását biztosítani. Egy biztos, hogy a legrosszabb esetben az államnak beavatkozási kötelezettsége van, ha kell, akkor a karhatalom a katonaság bevonásával is biztosítaniuk kell a szolgáltatást. Tehát akkor... Hogy milyen áron is ki fogja megfizetni, azt nem tudjuk. Hát ez megint egy érdekes dolog itt, hát egy elég sok települést érint itt Kelet-Magyarországon ez, és hát egyébként évek óta hallhattok a testületülésen is, hogy mindig kéréssel fordultak hozzátok, hát ugye a Mezőben is része ennek a társulásnak, amit aztán mindig megtagadtatok a többi településhez együtt, hiszen hát honnan, miből adjatok több pénzt, mikor hát ti is hát túlélésért küzdötök? Igen, megtagadtuk ezeket mindig. Jelen pillanatban elmondtam, hogy miért döntöttem most másképp. Azt nem látjuk tisztán, hogy mi van a háttérben, hogy pontosan milyen erők mozognak az egész rendszer mögött, mint ahogy nem láttuk a hulladékszállításnál sem igazán. Én egyetlen egy dolgot tartok nagyon fontosnak, hogy a mezőberény emberek számára jó minőségben és megfizethető áron szolgáltassák a vizet. Tudjuk, mekkora probléma elé nézünk a következő évtizedekben, ha úgy tetszik, évszázadokban is, a vízvesztességgel kapcsolatban, vagy a víznek a elhasználása kapcsán. Nyilván vigyázni kell rá, hogy ehhez kell-e állami beavatkozás már, vagy sem, ezt nem tudom, de valamit lépni kell, tenni kell. Engem kinevettek akkor, amikor egyszer elmondtam, hogy a hódmezővásárhelyi mintát nagyon tudnám díjazni, ott a nagy tízemeletes bérházakban, nem bérházak, lakótelepi lakásokban két vízvezetékrendszer működött. Az egyiken az ivóvíz, a másikon a használati víz keringett. Ez azt jelentette, hogy a WC-t nem ivóvízzel húzták le, hanem egy sokkal rosszabb minőségű, ám arra tökéletesen alkalmas vízzel, hogy leöblítse a WC-t. Az biztos, hogy ez a jövő szerintem is a most következő évtizedekben, hiszen tényleg mindenki azt mondja, hogy vízhiány lesz, legalábbis a tiszta vízzel kapcsolatban problémák lesznek. Még egy picit az előző témákhoz visszautalva, az ipari területről beszéltél, hogy nagyon szépen alakulnak, kiépülnek minden más, viszont láthatjuk azt is, hogy végre megindult az a látványosabb munka, legalábbis a Csabai úton lévő felüljárónknál, ami mutatja azt, hogy hát hamarosan akkor ott legalábbis remények szerint megindulhat a tényleges és a valódi munka.
Az emberek türelmetlenek, és úgy gondolom, hogy talán jogosan. Meg szkeptikusak. Meg az emberek lelkiből adódóan szeretnék azt, hogy egyik pillanatra a másikra fújódjanak föl dolgok. Ez így nem működik. Az idei év különösen visszavetette azokat a beruházókat, vállalkozókat, akik ezen a területen kívánnak valamilyen megoldást találni saját működésüknek a jobb feltételeinek biztosításáért. Közülük egy indított el az idén a munkát, egy gépjármű karosszéria lakatos és festő műhely építése folyik jelen pillanatban. A másik három cég az idei évben azt a választ adta kérdéseinkre, többször föltett kérdésemre, hogy meg kell várni a jövő évet, nem látja pontosan a jövőjét, hogy mi lesz jövőre. Egy dologban reménykednek nagyon, hogy jövőre újabb pályázati fordulók lesznek kiírva, hiszen a 21-27-es EU-s programozási év akkor indul jövőre, és információm szerint is már az első fél évben lesznek gazdaságélénkítő pályázatok kiírva. Hogy kinek meddig tart a pénztárcája, azt mi nem tudjuk kívülről. Tehát akár még az is megtörténhet, hogy ők visszamondják ezt? Előfordulhat az is, hiszen megtehetik. Bár ezt mindegyik őknek elmondtam, hogy amennyiben ilyenben gondolkodik, akkor minél hamarabb tegye meg ezt, hogy visszamondja, mert van már jelentkező, aki szívesen menne egyiknek vagy másiknak a helyére a meglévő ipari területre. De egyenlőre még mindegyik ragaszkodik ahhoz, hogy szeretné itt megvalósítani az elképzeléseit. Eközben átadásra került a másik ipari terület, ami összesen három helyrajzi számon van, két helyszínen. Az egyik a Penny mögötti rész, szintén körbekerítve, útcsatlakozással építve, illetve a már beköltöző ipari terület melletti részen a régi szérűskert és a mögötte lévő nagyjából háromszög alakú terület. Azt kell elmondanom, hogy mind a két részre előzetes meghirdetés nélkül is van két jelentkező. A napokban meghirdetésre kerül a felhívás, amiben várjuk a jelentkezőket, hogy teljesen hivatalosan is meg tudjuk majd mondani azt, hogy akkor kiket tudunk ide betelepíteni ezekre a helyszínekre. Megyei újságban, honlapon, Facebookon, illetve a helyi sajtóban is fogjuk majd ezt közölni, a meghirdetését. Én abban bízom, hogy ezek a vállalkozások, akiből az egyik már idén márciusban szeretett volna építkezni, hogy ezek a következő évben el tudják indítani a munkát az adott területeken. És bízom benne, hogy a másik három is elindítja. Az út csatlakozást a első ipari területen azt is elkezdtük építeni, látszanak a buckák. Annyit tudunk már, hogy az alap elkészült, amin keresztül a csarnok építését is tudják anyaggal ellátni, meg gépekkel munkákra be tudnak közlekedni erre a területre. Mindenesetre most már nagyon jól esik. Szerintem mindenki szemének az, hogy látványosabb munkák kezdődtek meg ott, hogy tényleg élet lesz. Nem mindenkinek tetszik. Na, még ez is. Ez sem mindenkinek tetszik. Nagyon kicsi, nagyon ilyen, nagyon olyan, meg hát mi lesz a többivel. Igen, én ezt mind megértem. De, mint mondtam, ez nem olyan, mint egy luftballon, hogy fölfújjuk, illetve nem is olyan, mint egy vállalkozásnak a döntése, amikor a vállalkozó azt mondja, hogy jó, megvan a pénzem, bemegyek a boltba, megveszem, dolgozok vele. Az önkormányzatnál hosszas előkészítés után a képviselőtestület dönt valamiről, mondjuk arról, hogy megvan a pénz rá, ezt követően a szakaparátusnak elő kell készítenie a végrehajtást, mondjuk például azt, hogy három árajánlatot be kell szerezni, most éppen a útjelző táblák meg a felfestések ügyében volt egy ilyen határozat, most jutottunk el odáig, hogy megvan mind a három árajánlat, ebből megvan, hogy kié a legjobb ajánlat, velük gyakorlatilag a szerződést is megkötöttük, még az idei évben a táblákat kihelyezik, viszont a felfestést azt javasolták, hogy csak tavasszal, mert ha most fölfestik, akkor azt tavasszal újra kell festeni egészen biztos, mert olyan a víz meg az egyéb rész, hogy az biztos, hogy lekopna. És ennek a tábla kihelyezésnek az egyik legfontosabb része az a Győri János utca újbóli egyirányosítása,
Örülni fogunk sokan. Az ott lakók kérésére történt ez az egyirányúsítás, vagy történik ez az egyirányúsítás. Még nem tudjuk pontosan, hogy melyik naptól, mikortól kerül ez bevezetésre, alkalmazásra. Én ebben vagyok szkeptikus, hogy egy-két éven belül nem jön majd egy újabb petíció, hogy szüntessük meg, mint ahogy egyszer már megszüntettük a Győri János utcának az egyirányúsítását, még valamikor 2000-es évek környékén. És akkor pedig még volt egy ellendarabja is, mert a Madács utcán, a Petőfi utcától a Puskin utcáig volt a másik egyirány, mind a kettőnél meg kellett szüntetni a egyirányúsítást. De hát, hogyha most másképp fog működni. Tudnám, hogy melyik az a Győri, mely az első? Győri János utca? Aha, az melyik is? A Puskin utcától, a Luther utca folytatásaként a Puskin utcától kis kanyarral érkezik a Fortuna térhez, illetve a Spár hátuljához. Ja, tényleg, jó. És pont a napokban láttam, hogy a közút sem adja föl, a főtérünkön, ott, mintha egy ilyen kis részt szépítgettek volna. Ezt is több éve jelezzük a közút felé, hogy a Csabai út eljövő részét a Petőfi utcával együtt föl kéne újítani. Legalább olyan szinten, mint ahogy felújították Békésen a 470-esnek a Mezőberény felől bevezető szakaszát, itt-ott kimarták, itt-ott kavicsal beszórták, ami repkedett minden irányba, de legalább valami tört. De utána betaposódott, és most egészen jó. Szarvasi út hasonló most per pillanat, hogy megcsinálták, sokan köpködtek az elején, mert csapkodta a kavicsokat, mostanra úgy néz ki, hogy már azért abban az állapotban van, hogy normálisan el lehet menni az úton. Tehát valamit el kéne követni ezzel. Folyamatosan jeleztük a közútkezelő felé, igen, hogy a körforgalomnál nagyon nagy problémák vannak, hiszen most már, hogyha valaki Köröstarcsa felől érkezik a körforgalomba, akkor bizony egy alacsonyabb fekvésű autó, egy alacsonyabban ülő autó akár fölfeküdhet középen, mert olyan nyombájuk vannak rajta. Nem tudjuk, hogy melyik kérésünknek a következtében indult be most egy felújítás, de az biztos, hogy legalább a Békéscsaba felüli bevezető szakaszon most egy olyan felújítást hajtottak végre, ami visszaállította azt az eredeti állapotot, ahogy az kinézett, amikor az önkormányzat elkészítette a hősi emlékmű körüli területet, illetve ahogy az kinézett még mondjuk ezelőtt 5-6 évvel is az a terület, hogy akkor most ott egy sima szakaszt sikerült kialakítani. Bízom benne, hogy folytatják, bár nem tudom, hogy ebben az időjárásban, az idei évben lesz ennek folytatása, vagy meg kell várnunk a következő évet, hogy akkor történjen valami, vagy ne adj Isten a legrosszabb esetben egy baleset, felfekvés, gépjármű rongálódás következzen be a nyomvájuk miatt, és akkor biztos, hogy előbb-utóbb, vagy akkor nagyon gyorsan fognak valamit lépni. Nem nehéz kitalálni, hogy ezt a kamionok okozzák, és hát ezért is lenne fontos az elkerülő. Amivel kapcsolatban van-e valami értesülésed? Mármint az elkerülő olyan szempontból, ugye, hogy hol megy majd a 47-es? Hát arról nagy nincsen. Nagy a csönd? Arról nincsen. Arról van hír, hogy a 44-est átadták Békéscsabáig Kondorostól. Örülünk is. Végig közlekedhető. Fizetni még nem kell érte, ugye? Ha jól tudom, mert hogy nem megy be Kecskemétig. Autóknak kell. A Tisza-Kécskéig van meg, azt hiszem most. Nem is fog Kecskemét fele menni, hanem majd Nagykőrösnek kanyarodik föl. Ott fog becsatlakozni a 8-as főútba, vagy M8-as útba, autópályába, ami nyugatról keletig, illetve kelettől nyugatig szelni át az országot. A 47-esről jelen pillanatban semmit nem tudunk. Az utolsó információnk, hivatalos információnk az volt, hogy október végéig eldönti a kormány, hogy melyik nyomvonalat helyezi előtérbe, a keleti ország határ mentén menőt, vagy pedig a jelenlegi nyomvonalon menőt. Nem állunk jól ebben a dologban. Jelen pillanatban ugyanis sok minden szól a másik mellett. Lehet, hogy most per pillanat több szól a másik mellett, mint mellettünk. Mi magunk mellett szólunk egyértelműen. De mit értesz azon, hogy több szól a mellett? Most politikailag, vagy gazdaságilag? Hát a politikát tegyük félre, de az meg főleg. Ezen túlmenőleg egy Gyulával, ami 30 ezer lakosú település, 30 akárhány ezer lakosú, egy Sarkad Vésztővel, akik kiállnak a keleti mellett, pedig Vésztőnek a jelenlegi nyomvonalon sem lenne messzebb a autóútpálya, mint a másik. És hát nem beszélve arról, hogy Komádi
és nagyon erősen beszállt ebbe a lobbiba, és így a tényleges lakosságszám azon a területen, és még néha Békés Csabát is belekeverik, pedig Békés Csabának aztán hót mindegy, hogy merre megy a 47-es, akkor lényegesen nagyobb lakosságszámot érint ott, mint itt ezen a területen. Nem teljesen értjük, hogy Békés Csaba és Gyula, főleg Gyula miért hagyta cserben ezt a részét a megyének, a középső részét gyakorlatilag, hiszen Gyulának is teljesen mindegy, hogy a 47-es merre fog menni, őket a 44-es eléri, már is gyakorlatilag, ennek ellenére valami oknál fogva a másikat helyezi előtérbe Gyula városa is. A megyei önkormányzatnak volt egy erőtlen kísérlete még nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy akkor ez a nyomvonal menjen, azóta nem hallottuk a megyei önkormányzatot erről beszélni, várjuk a kormány döntést. Hát nem biztató ez a dolog. Többször is elvittelek már én más témákba, de akkor térjünk vissza az eredeti vonalunkra. Most már azt gondolom beszélhetünk arról, hogy melyek azok a beruházások, amik bár már jóval hamarabb elindultak, de még mindig nem valósultak meg. Még mindig nem oda fogok térni. Hát akkor feladtam, jóval megyek haza. Arról szeretnék beszélni, hogy mi várható. Mi az, amit úgy gondolom, hogy várható. Borzasztó nehéz a előre. Vakcinát. Ezt nagyon várjuk. Bocsánat, megint. Igen. Borzasztó nehéz előre látni a történéseket, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni a gazdasággal. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy eszementnél eszementebb ötleteket találnak ki egyesek annak érdekében, hogy valamilyen úton módon mentsék a vállalkozásokat. És ez pozitív dolog. De ezek között az ötletek között jó néhány olyan van, ami az önkormányzatok ellehetetlenülését eredményezni. Így elsősorban a Országos Iparkamara elnökének az a kijelentése, hogy fel kell függeszteni a helyi iparűzési adó befizetését, aztán majd az állam valahogy kompenzálja ezt. Ez azért nagyon rossz, és ezt még vállalkozások is mondják, mert innentől kezdve az önkormányzatok működése szinte teljesen ellehetetlenül, ugyanis ezekből a forrásokból, amit a helyi iparűzési adóból szedünk be, ezekből nem csak, hogy önként vállalt feladatainkat finanszírozzuk, hanem még a kötelező feladataink mellé is jócskán mellé kell tennünk forrásokat. Tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni. Azt sem látjuk, hogy a központi intézkedéseken túlmenőleg hogyan fogja érinteni a vállalkozásokat, a cégeket a következő év. És most nem a helyi iparűzési adó oldaláról beszélek elsősorban, hanem arról az oldalról, hogy hány embernek kell felmondaniuk, bocsánat, munkanélkülire elküldeni embereket, és ezzel hány családnak a megélhetését veszélyeztetik, hanem azzal is számolni kell, hogy hát ha tönkre mennek ezek a cégek, akkor borzasztó nehezen indulnak újra. Mezőberényben nem látjuk azt az eddigi információk alapján és a vállalkozások elmondása alapján sem, hogy nagyon nagy lenne a baj. A tavaszi rettenetes kétségbeesés után, ami nagyjából április végéig tartott, azt követően az ipari cégeink stabilan megrendelés állománnyal rendelkeznek, tudnak szállítani, kapják érte az árát a megrendelt cuccoknak, és úgy néz ki, hogy nem kellett elbocsátásokat sem alkalmazni, legalábbis tömegesen biztos nem, illetve akik az elején elbocsájtottak embereket, azok rövid időn belül vissza is vették őket, mert újra volt megrendelésük, újra volt munka, menni kellett, csinálni kellett, és hát a vállalkozó sem annyira hülye, hogy a saját hasznát kockára tegye azzal, hogy most nem vállalom be ezt a munkát, mert én most szélnek eresztettem az embereimet. Tehát ez az egyik része, hogy nem látjuk, hogy mi lesz velük. Egyet tudunk biztosan, 100%-osan, hogy az idei év a vendéglátósokat teljesen padlóra küldi. Már a tavasszal is nagyon nagy volt a gáz, most azzal, hogy az őszi időszakban is nem tudnak nyitva tartani, nincs bevételük, ezzel nem tudom velük mi lesz. A nagyobbaknak is nehéz ez, hát még a kisebbeknek. Gondolok itt a szállóra, a tópart vendéglőre, illetve harmadikként a panoráma étteremre, akik kihordásos élelmezést folytatnak, viszont az igazi nyereséges tevékenységüket, a rendezvényeket nem tudják megvalósítani az előírások miatt. Tehát ők biztos, hogy nagyon nagy vesztesei ennek az idei évnek.
hogy tudnak kilábalni belőlük, én szerintem ők sem tudják, senki nem tudja, mert ugyan a kormány részéről van egy ígérvény arra, hogy hát akkor be lehet adni kérelmet arra nézve, hogy kifizessék a kieső jövedelmeket, meg az embereknek a bérét fizessék. Igen, ám csak, hogy ez nem ilyen egyszerű, mint ahogy hallatszik, hanem ehhez nyilatkozni kellett arról egy olyan felületen, amit nem is igen tudnak utolérni a mieink, a helyiek, hogy hány vendégéjszakájuk volt lekötve meg. Szóval egy csomó minden, és a vége az, hogy ők kiesnek ebből a támogatásból gyakorlatilag. A gépjármű adóról részben beszéltünk már, ennek az elvétele az idei évben átmenetinek gondolhattuk egy darabig, de már augusztusban megszületett a döntés arról, hogy nem is adják vissza. Így a gépjármű adóval nem számolhatunk a következőkben, mint önkormányzati feladat ellátásra, és azt is említettem, hogy ez kb. 25 millió forintos kiesés a város életében. Jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy miből fogunk tudni kátyúzni jövőre, vagy mit kell elhagynunk ahhoz, hogy kátyúzni tudjunk a következő évben. A kormány befagyasztotta az adókat az idei évben, most évvégén azt mondta, hogy nem lehet emelni a mértékét, és új adót sem lehet kivetni. Ez nagyon sok települést nagyon rosszul érint, elsősorban a nagyobb településeket, ahol a szolidaritási adónak a pótlására különböző adónemeket gondoltak ki, meg adónemekben emelést terveztek. Hát itt Mezőberényben ettől nem kell tartani. Ugyanúgy, ahogy az előző képviselőtestület hozott egy határozatot arról, hogy a ciklus során nem kíván adón mértéket emelni és új adót saját elgondolásból új adót kivetni, ezt most is deklaráltuk már tavaly évvégén, tehát ezzel nem kell számolnunk a jövőben, mert egyébként itt is még valakinek az eszébe jutna, hogy hát akkor vessünk ki, mit tudom én, kapuadót, vagy füstadót, vagy kéményadót, vagy... Jó kis középkari adókat. Igen. Tehát ezt most úgy gondolom, hogy nem kell ettől félni Mezőben, hogy ilyen új adók lesznek. Nem azért, mert a kormány azt mondja, hanem azért, mert mi magunk döntöttünk így már korábban. Hogy mégis mi várható 2021-től. És akkor most áttérek majd a kérdésedre is. Folytatjuk a megkezdett beruházásokat, és akkor itt visszatérnék arra, hogy mik ezek a megkezdettek. Kodály úti tornaszoba építése, ami 94 millió forintos teljes pályázati keretből valósul meg. Már lehet látni, hogy a szerelőbetoni készen van a alapozási munkái. A kivitelező augusztus 31-ig szeretné elvégezni a munkát, és most titkot fogok elárulni, de lehet, hogy azért nem olyan nagy titok, mert szívesen mondja ő is el, hogy már csak azért is igyekezni szeretne vele, mert a gyermekét ebbe az óvodába szeretné járatni majd. Mindig ilyen vállalkozók kellenének, hogy igen. Éppen ott legyen a család is. Igen. Illetve folyamatban van a bölcsöde bővítése, ami sokan azt mondanak, hogy hát egy helységgel, egy csoportszobával bővítjük. Igen, nem csak ez az egy csoportszobával való bővítés azért sokkal bonyolultabb ennél, mert ez az egy helység helyett, ott vagy 10 helységet meg kell építeni a gyerekek számára, elkülönítőt, öltözőrészt, sok mindent, tároló részeket, felnőtteknek kötelező, elkülönített mosdónak a megépítése, és hát olyan dolgok is benne vannak ebbe az összegbe, a 127 millió forintba, mint például a régi és új épület közötti tűzzáróajtónak még egy tűzzáróajtót kell készíteni, a légköbméter miatt kötelező. Napelemek kerülnek föl a tetőre, hiszen kötelező elem ez is, mint említettem, hogy mindenhol kötelező valamilyen energetikai beruházást is lebonyolítani, ahol pályázatból épül, és nem mellékesen a Puskin utca túloldalán, a bölcsőde túloldalán parkolók kerülnek kialakításra, és arról nem is beszélve, hogy egy csomó eszköz kerül beszerzésre a gyerekeknek, a fektetőktől kezdve a játékokon át, a sószobának a beszerzése is, a többi is, ebbe a körbe kerülnek majd be. Luther téri iskola épületnek az energetikai felújítása nagyon régóta húzódik, nagyon bonyolult pályázati rész. Erre is mondhatják, hogy már mióta beszélünk róla, és még mindig nincs semmi. Igen, még mindig nincs semmi, még mindig kérnek újabb információkat, adatokat. Az energetikusok, illetve a mérnökök már
lassan úgy vannak vele, min a fenének már ötször elküldtük, de akkor újra elküldjük. A lényeg az, hogy ez is folyamatban van. A strand nagymedencéjének a felújítása elkezdődött, és azt gondolom, hogy jó, hogy nem nyitottuk meg az idén a strandot, mert valószínűleg, hogy iszonyatos nagy veszteséggel, vízveszteséggel tudtuk volna csak működtetni. Most azokat a pontokat, ahol elszivárgott, elfolyt a víz, azokat is rendbe teszik, csempét, egyebet megjavítanak, és reményeink szerint áprilisban meg tudjuk nyitni. Nagyon nagy beruházás és nagyon nagy előrelépés a városban, bár szerintem a lakosoknak hót mindegy, hogy ez történik vagy sem, a szennyvíztisztító telepnek a technológiai korszerűsítése, ez nagyon nagy projekt, 3,4 milliárd most a legutóbbi adatok alapján a projektnek a teljes bekerülési költsége. Ebben elsősorban a szennyvíztisztító telepen a technológia, a gépészeti rész, egyéb a lebontó részek, ahol a szennyvizet lebontják, ezeknek a újítása, teljesen új technológiával való ellátása valósul meg, illetve ha jól emlékszem, 5% erejéig a rendszeren történő, tehát a hálózaton történő javítások is megtörténhetnek, így több olyan helyen, ahol elszivárgó vizek vannak, már dolgoznak rajta, hogy hol lehet ezeket majd megcsinálni, a tervezők már terveznek. Ez is azért nem kis összeg, mert a 3,4 milliárdnak a 5%-a 150 millió forint legalább. Ennyit lehet a hálózatnak a felújítására is fordítani ezen a projekten belül. És akkor ez mikorra készül el, ha elkészül? 22 júniusáig kell, hogy elkészüljön. Most folynak a tervezőknek, a tervezői munkák, a kiviteli terveknek az elkészítése, jövő tavasszal tudnak hozzáfogni. És akkor ott majd utána, ha ez elkészül, utána akkor már nem kell fizetni azt a büntetést? Mert mindig mondod, hogy van egy ilyen büntetésünk, amit fizetni kell, mert hogy? Mert a kimenő víz fölötte van annak a határértéknek, ami megengedett környezetvédelmi határértéknek, ugyanis ez a telep, ez a technológia nem tudja azt a határértéket produkálni, ami kellene, hogy ne fizessünk bírságot ezután. Ezzel megoldódik az is. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy egyéb fásításokat fogunk végezni a következő évben, ezen belül van egy 3,5 hektáros újabb tölgyerő telepítésként a Boldisháti Holtág mellett. Ez pályázati forrásból valósul meg, másik pályázatból további 200 facsemetét vásároltunk meg, kint van már a kertészetben, tavasszal el fogjuk ültetni őket. Tudom, hogy ez sokaknak vörös posztú, Petőfi utca iskola felüli oldalán, az általános iskola felüli oldalán végig kivágásra kerülnek a japán akácok, helyére kerülnek gömbkőrisek. Valószínűleg a tél folyamán ki fogják vágni ezeket a fákat, és tavasz folyamán pedig ültetjük helyette az új fákat. A túloldal, a kollégium felüli oldalon lévő fasornak a sorsa ennél hosszabb életű. A szakemberek véleménye szerint itt egy megfelelő nyakazással, gajazással még akár 8-10 évig is megmaradhatnak ezek a fák, bár ott is elég rossz állapotban vannak. Hát most akkor azért kerülnek ezek kivágásra, mert rossz állapotban vannak? Rossz, mert mindig olyan lombosak. Lombosak, de meg kell nézni, hogy belülről milyenek ezek a fák, illetve a tövüknél milyen állapotban vannak már, milyen túlburjánzásaik vannak már. Tehát a szakemberek véleménye az, hogy ezek vágás érett korúak, ezek a fák jócskán, és a cseréjük az... Békési úton, ott is azért favágás történt, most nem. Békési úton, ott csak azok a fák lettek kivágva, amiket muszáj volt kivágni, mert olyan állapotban voltak, hogy bármikor ráborulhatnának a körülötte lévő házakra, vagy éppen a villanyvezetékre. Ezeknek a helyére is ültetünk új fákat. Ez az Ady Endre utca és a Vadász utca kereszteződésénél voltak ilyen kivágások most az ősz folyamán. Nem igazán értik meg néhányan, hogy nem vágunk ki fát azért, mert tényünk kedve az, hogy vágjunk ki fákat. Csak azért vágunk ki fákat, mert azok megérettek a cserére, vagy éppen olyan veszélyes állapotot idéznek elő, amit nekünk rendeznünk kell. Ilyen például az is, hogy a
villanyvezetékek alatt lévő fák elég magasra megnőttek, és ezeknek a magasra nőtt fáknak a nagy feszültség elérésekor hát bizony nagyon káros következményei lehetnek. A NKM indított egy akciót, olvashattak róla sokan, sok helyen már, amivel településeken a nagy feszültség, vagy magas feszültség, hát ezek a 720 voltos vezetékeket, mint ami Rákóczi sugárúton is van, ezek alatt lévő fáknak a kivágását kezdték el, illetve az önkormányzatok vágják ki. Az Rényi utcán is vágtak ki fát. Igen, és a NKM által megvásárolt facsemetéket fogjuk telepíteni ezekre a helyekre. Aha. Jó, és a főtér neked hogy tetszik? Így hát nem azt mondom, hát végülis fakivágások, meg a cserjék ennek az eltüntetése után. Mert most még azért tényleg nem túl biztató, ahogy kinéz. Valahol föltettük egyszer a terveket, de az megint csak rajz. Én azt gondolom, hogy a választ azt majd a tavasz fogja megadni azoknak, akik most lehúrogják, meg kétkednek azon, hogy ez most jó vagy nem jó. A tervező, aki ezt tervezte, ő tanulmányozta mezőberény történetét, és ahhoz is igazította a növényeket. Én ezt nem tudom úgy elmondani, hogy ő, meg hogy le van írva ő általa megadott tervezést a dokumentumban. Én azt gondolom, hogy meg kell várni a tavaszt. Nyíljanak ki, induljanak meg, zöldüljenek ezek a dolgok, és majd utána mondják azt, hogy mekkora baromságot csináltunk, vagy esetleg nem. És hogyha nem csináltunk baromságot, akkor azért az is elvárható lenne, hogy elnézést kérjenek azok, akik előre húhogtak. Az biztos, hogy esélyt kell adni neki, viszont az egy dolgon én csodálkoztam, ott az emlékműnél, az 51-es kitelepítettek emlékművénél. Ott régen oda lehetett menni. Most viszont, ha jól láttam, ott a padokat is elvitték onnan, tehát úgymond ott már nem lehet ilyetén módon leülni, mert az is egy virágágyás lett. Ezt most kapásban nem tudom megmondani. Én is most vettem észre, pont a minap is csodálkoztam is, hogy a padok is ellettek. De a padokat azokat lehet, hogy csak télire vették be, hogy ne rongálódjanak, ugyanis azok nem a város tulajdonát képezik azok a padok, hanem azt az emlékmű készítői, megalkotói, illetve hát a finanszírozói azok vásárolták és helyezték el ott azokat a padokat, lehet, hogy csak télire vitték el, utána fogok nézni. Bízzunk hozzá, mert az nagyon jó kis sarok volt egyébként, érdekes, számomra is meglepő, hogy szerettem ott leülni. Az egy olyan nyugodt kis sarok. Ráérsz azért. Nagyon-nagyon azért nem, de néha igen. Na, van-e még valami, amit úgy tervezzünk meg minden ilyesmi? Hát hogyne. Hogyne lenne, hát tudom én azt. A másik nagyon fontos dolog, hogy mint már valahol említettem, hogy 21-27-es időszaknak a uniós pályázatai is előreláthatóak már a következő évben érkeznek, a nyakunkon lesznek. Ez egy nem kis feladat a önkormányzat részéről, egész pontosan hivatal apparátusa részéről, hogy ezeket a pályázatokat figyeljük, és minél több lehetőséget megragadva próbáljunk meg forrásokat keresni, találni a városnak. És hát ami még a következő évben várható, hogy alkalmazkodnunk kell a folyamatosan változó körülményekhez, azokhoz a körülményekhez, amiket még nem is tudunk. De hogy a pályázatok miért nagyon fontosak? A hosszabb távú terveink miatt. Vannak nekünk terveink jelen pillanatban is, sőt vannak olyan területek, amiket konkrétan meg tudunk mondani, hogy mit szeretnénk csinálni a városban. Gondolom, hogy a legtöbb embernek nem mond sokat az, hogyha azt mondom, hogy ITS. Még akkor sem, hogyha azt mondom, integrált településfejlesztési stratégia. Annyit mondanék talán el erről, hogy ez egy 10 évre szóló dokumentum, aminek a felülvizsgálatát folyamatosan meg kell tenni, ott is alkalmazkodni kell a változó környezethez, de ennek a lényege az, hogy ebben a dokumentumban soroljuk föl mindazokat a fejlesztéseket, amiket a következő 10 évben a városban szeretnénk elkövetni. 7 városrészre oszlik ez a felsorolás tulajdonképpen, ahol a város dolgaiban, fejlesztéseiben gondolkodunk. Városközpontra, Tótvég, Magyarvég, Németvég, északi kertváros, keleti kertváros és a külterület. Ezeken a területeken összességében, amit összeírtunk
elképzeléseket, legfontosabbakat, olyan feladatokat, illetve olyan célokat, amiknek a megvalósítása az adott városrészben szükséges lenne. Ennek a végösszege ilyen becsült összegként meghaladja 16 milliárd forintot. Ennyi? Ez nem működik csak úgy, hogyha pályázunk. Az uniós pályázati forrásokon túl nagyon bízunk benne, hogy a kisvárosok projekt is elindul a Modern Városok és a Magyar Falvak program után. Kimaradt 300 körüli település ebből a két nagy programból, és az idei évre már mondták, hogy majd lesz forrás, nem volt, de nagyon bízunk benne, hogy lesz egy olyan elkülönített keret, amit csak és kizárólag ez a 300 település tud majd megpályázni, mint ahogy most a falvak pályáznak egészségügyi ellátásra, polgármesteri hivatal felújításra, útfelújításra, sok mindenre. Nekünk is nagy szükségünk lenne erre, hát úgy gondolom, hogy lesznek források, ha nem is ekkora források. De mit lehet 16 milliárdból építeni? Hát egyrészt egy dolgot elmondanék, mert nem szeretném végigolvasni mind a hétnek a történetét, de talán Gondolom a honlapon ez elérhető egyébként? Még nem, mert még nincs véglegesen elfogadva. A szakhatóságok véleményére várunk. Gyakorlatilag egy helyről várjuk még a választ, az a megyei főépítész, a többi helyről mindről pozitív választ kaptunk, hogy ez így elfogadható. Nem azt mondják, hogy ennyi pénzt adnak, hanem hogy így az elképzeléseink azok rendben vannak. A keleti kertvárosról mondanám, nem olyan hosszú, néhány százezer gondolat van csak benne. A rekreáció és szabadidő szolgáltatások fejlesztésével, a természetvédelmi feladatok megoldásával e városrész igazi kertvárossá válhat, ahol szerencsésen ötvöződhet a vonzó lakókörnyezet iránti igények és a városra még alig jellemző idegenforgalmi követelményei. Az ipari park kialakítása pedig a munkahelyek bővülését eredményezheti. Ez egy picit itt érdekes, hogy itt van az ipari park. Ugye nem is ipari parkról beszélünk, hanem ipari területről, meg csak részben érinti ezt a területet. És akkor a konkrétumok. Sportpálya és környékének komplex felújítása, Kálmán-fürdő bővítése, korszerűsítése, energetikai, a többéves komplex fejlesztés megvalósítása, a zeneiskola egykori úttörőház épületének és parkjának bevonásával, parkoló kialakítása, és szerintem nagyon alul terveztünk, 250 millió forinttal ebben a körben. A körösség építendő kerékpárút, vésztőút belterületi szakasza, de ez a körösség építendő kerékpárút, ez több városrészt is érint, többek között a külterületi részt is. Járdaépítési felújítás több utcában, balesetveszélyes közlekedési csomópontok biztonságosabbá tételi, Hajnal utca, Békési út, sarok, Városliget fejlesztése, közvilágítás, kamerarendszer, kültéri játékok, madarakházának további funkcióval való megtöltése és energetikai fejlesztés, közvilágítás, kommunális hulladékgyűjtés ugyanezen a területen, és önkormányzati utak felújítása. Egyébként ez a kettő, a járdák, illetve ez a három, bocsánat, a járdák, a közvilágítás és a önkormányzati utak felújítása, az mindegyik városrésznél megtalálható. Egyébként ez erre a területre, a keleti kertvárosra 1,9 milliárd forint becsült költséggel terveztünk. Hát akkor végül is ez egy olyan merjünk nagyot álmodni. Ez annál több. Tehát ennek tényleg van ilyetén módon realitása, hogy ez mondjuk akár minden pontjában, mondjuk az 90%-ában megvalósulhatna? Ez mindegyik jogos igény a városlakók részéről, amit itt felsoroltunk. Ez így van. Igen. Hogy ebből mire lesz forrás, az elsősorban a pályázati lehetőségeinktől függ. Nem tudjuk ugyanis elkülöníteni magunkat a saját forrásainkkal egy külső külső támogatástól. Tehát nem, a saját forrásaink 260 milliós helyi iparűzési adóval nem lehet megoldani 16 milliárdos fejlesztést. Nagyon számítunk a pályázatokra, jelenleg is dolgozunk több olyan pályázatnak az előkészítésén, ami ezekhez kapcsolódik, városközponthoz, keleti városrészhez, a keleti kertvárosi részhez, vagy az északi kertvárosi részhez, hiszen szándékosan nem azt a részt olvastam, mert rögtön azt mondanák, hogy persze, mert akkor ott akarunk a Gárdonyi Rózsa utcán valamit csinálni, ott is akarunk valamit csinálni, hiszen ahhoz, hogy
az ő helyzetüket, élethelyzetüket tudjuk javítani, ahhoz nekünk nagyon sokat kell megtennünk. De ugyanígy van teendőnk a Tótvégen, többek között a Jeszenszky-Hunyadi 47-es út kereszteződésénél a biztonságosabbá tétele a kereszteződésnek, de a magyar végtől kezdve tehát mindenhol van a városközpontban, és mindenhol van olyan terület. És ezt a koncepciót most azt városházán dolgozták ki, szakemberekkel, vagy pedig úgy, hogy mit tudom, lakókkal megkérdeztétek, és akkor onnan jöttek be az igények, ezeket jegyeztétek föl, és akkor ilyetén módon? Vagy elég széles körben megfutottuk, bár az idő borzasztóan rövid volt. A Covid miatt későbben tudtunk hozzákezdeni, mint ahogy ezt szerettük volna, de civileket vontunk be, civil szervezeteket vontunk be, nemzetiségi önkormányzatokat bevontuk ebbe a tervezésbe, szakembereket vontunk be, olyanokat, akik város fejlesztéssel, tervezéssel foglalkoznak. Egy széleskörű előzetes egyeztetés után lett megküldve több helyre. Első átnézés, második átnézés, harmadik átnézés után lett úgymond véglegesítve, de még mindig találunk benne olyat, amit egy kicsit majd csinosítani kell benne. Például nem ipari park, hanem ipari terület dolgát majd rendbe kell tenni egy kicsit, és én azt gondolom, hogy valamikor február vége, március elején tudjuk föltenni a honlapra is elérhető formában, ugyanúgy, ahogy a többi koncepciónk is fönt van, terveink is fönt vannak. Érdemes lesz bogarászni. Én azt gondolom, mindenki a saját kis területét átnézni, hogy ott milyen tervek vannak. Nem tudom, ott akkor még hozzá lehet szólni, vagy pedig várjátok majd a hozzászólást, vagy akkor ez már lezárult. Ez már lezárult ez a része. Mint mondtam, több körben megfuttattuk, főleg a civilekre támaszkodva, hiszen ők elég nagy területét lefedik a városnak. Közel 60 civil szervezetünk van. Valamennyi körében futtattuk ezt a történetet. Hát van, aki akart vele foglalkozni, van, aki nem akart vele foglalkozni. Valaki majd eztán akar vele foglalkozni. Van, aki majd utána fog foglalkozni vele, amikor már kész van, és akkor könnyű bele benne találni hiányosságot. Képviselőknek egy része nagyon alaposan tevékenyen részt vett benne, másik része idő egyéb hiánya miatt kevésbé tudott részt venni benne, és hát kialakult ez a projekt, ami természetesen, mint mondtam, évente fölülvizsgálandó, lehet ezen módosítani. Én azt tanultam annak idején a vezetőképzőben, hogy a tervek azért vannak, hogy legyen mit módosítani. Így van. Különösen egy ilyen hosszú távú 10 éves terv. De ha már feljött a képviselőtestület, így tudom, hogy most elrugaszkodunk ettől a témától, de hát érdekes mozzanata volt, hogy ugye felállt a testület, most eltelt már 2 év, sőt, több, mint, mert mikor is volt? 19-ben volt 19, a választás. Akkor bennem gyorsabban megy az idő. Na minden esetre már van egy olyan képviselőnk, aki elbúcsúzott a képviselőségtől, azt hiszem egy ilyen összeférhetetlenségi dologgal, dr. Ónodi Gyuláról van szó, hogy a Fidesz színeiben került be listáról. Igen, egy olyan munkakört kapott, ami összeegyeztethetetlen a képviselőséggel. A Földművelési Minisztériumban az egyik államtitkárnak a titkárság vezetője lesz, vagy lett, bocsánat, december 1-től már, és így összeférhetetlen, ennek megfelelően lemondott a tisztéről. Az eljárásrend ilyenkor az, hogy a szervezet, akinek a színeiben ő bekerült listáról a testületbe, ő fog delegálni egy képviselőt arról a listáról, amit megadtak még a választások előtt. Ilyenkor automatikusan annak kéne jönnie, aki mondjuk utána szerepel a listán, vagy pedig dönthet úgy, hogy mennyire bonyolultan mondjam el. Hát nagyon egyszerűen. Igen vagy nem? Bárkit jelölhet a szervezet, azokból, akik a listán vannak. Amennyiben a szervezet egy bizonyos határidőig, az most a mi esetünkben december 31, nem jelöl senkit, akkor a választási bizottság megkeresi a szervezetet azzal, hogy a sorrendben következő embert, most ebben az esetben a lista harmadik helyén álló embert, akkor jöjjön, és akkor tegye le az esküt. Amennyiben ő nem vállal, akkor jön a következő, és így tovább. Információim szerint fogunk kapni hivatalos megkeresést a jelölő szervezettől, a Fidesztől, hogy ki az, aki a képviselőtestületben fogja képviselni őket a következő időszakban. Hát igen, neveket hallottunk, főleg egy nevet, majd látjuk, hogy aztán tényleg az igazolódik ebbe. Visszatérve picit a koronavírushoz itt a végén, vagy még ne? Mert még láttam, hogy valamit, mintha mondani akartál volna. Jó, hogy visszaváltunk erre a részre, mert többen jelezték, hogy a református szeretett otthonban van egy látogató konténer. Igen, az egy nagy ötlet.
amiben tudják fogadni a látogatókat. Minden szociális otthon, illetve szociális ellátóintézmény kapott levelet Müller Ceciliától, amiben leírja, hogy hogyan lehet megoldani a látogatásokat, mégiscsak annak ellenére, hogy teljes látogatási tilalom van, meg teljes kijárási tilalom van a intézményekből. Na most ezzel szemben a leírtak alapján arra része megyek, ami nálunk nem valószínű, hogy fog működni, de elképzelhető. Lehetőség van arra, hogy a bentlakó eltávozzon az intézményből, hogy ő látogassa meg a rokonságot otthon, mégpedig olyan módon, hogy ha 70 óránál rövidebb ideig tartózkodik ott, akkor utána vállalnia kell, hogy 10 napra elkülönítőbe kerül az intézményben, amikor visszament. Ha 70 óránál hosszabb időszakra, vagy 72? Igen, az a 3 nap. Igen, a 72. Akkor a 72 óra, ha ennél hosszabb időre, akkor viszont 2 olyan tesztet kell produkálnia, ami negatív, és csak utána mehet vissza. Tehát azt gondolom, hogy ez nem opció igazándiból itt, amikor borzasztó nehezen lehet hozzájutni egy-egy teszteredményhez. Ez azt gondolom, hogy nem igazán működik nálunk. Működik egy olyan rendszer, amit leír most a milyen főasszony, főigazgató asszony, tisztifőorvos asszony, amit leír, hogy hát Viberen meg egyeben keresztül, Skype-on egyeben keresztül lehet érintkezni a családdal. Ez működik jelen pillanatban is az önkormányzati szociális otthonokban. Ennek a nehézsége az, hogy az idősek kevésbé tudják használni, másrészt pedig az intimitás is elvészett, mert hogy csak olyan helyen tudják használni ezeket az eszközöket, ahol valaki segít nekik. És van egy harmadik, több lépcsős lehetőség, ami úgynevezett, milyen pontokat határoz meg? Látogató pontokat lehet létrehozni az intézményekben. Ma egyeztettünk az intézményvezetővel, dolgoznak rajta, hogy lehetne kialakítani mind a két épületben olyan helyiséget, ahol megoldható ez a látogató pont, és nem konténerrel, mert a konténer az egyrészt nagyon drága, másrészt meglehetősen rideg környezetet ad. Sajnos a Puskin utcai épületben az első végiggondolásra csak úgy tudnák megoldani, hogyha az elkülönített helyiségbe, ahova a látogató megy, oda az ablakon keresztül tudnának kommunikálni a látogatóval. Nem jó. De lehet, hogy még jobb annál, mint hogyha semmilyen kommunikációs lehetőség nincs. A Juhász Gyula utcai otthonban ott sokkal jobban megvalósítható egy olyan helyiségbe, ahol külön bejáraton tud beközlekedni a látogató, és külön bejáraton tud beközlekedni a bentlakó is. Ezt a mai, holnapi nap folyamán véglegesítik, hogy akkor hogy tudnák megoldani. Nyilván azt szeretnénk mi is, hogy minél jobb körülményeket biztosítsunk azoknak az embereknek, akik ide kényszerültek, itt kénytelenek élni, és hogy jelen pillanatban teljes elzártság van, aki azt mondja, hogy mint egy börtönben. Én azt gondolom, hogy azért nagy a különbség a kettő között, bár egyikben sem éltem még, hál' Istennek. Viszont azt gondolom, hogy tényleg igaz az, hogy el vagyok zárva mástól, mindenkitől gyakorlatilag, egy nagyon szűk körben mozgom, ez lelkileg nyomagyon. Az elején is említettem, hogy ennek az idei évnek talán a legnagyobb problémája a lelki nyomorúságunk, az, hogy lelkileg nyomtuk össze azokat az embereket, akik normális életet éltek. Normális életet, megszokott életeket élték eddig, és most ezt nem tehetik meg. Egyébként tényleg akármit is talál ki az ember ezekre a problémákra, az mind olyan béna. Tehát, hogy nem az igazi, és nem is lehet az. Valahogy túl kell ezt az egészet vészelni. Reméljük, hogy most már nincs tényleg olyan sok hátra, bár hát nem tudom, itt ezzel kapcsolatban is már sok mindent lehet hallani. De itt van például, ha már egyszer feljött, akkor ez a maszkviselés, tudod, hogy azzal is volt problémája az embereknek, utána most ezt felülvizsgáltátok, most már azt hiszem, hogy a vendéglátóhelyek, üzletek, intézmények 10 méteres bejáratának 10 méteres. De ez is béna, nem? Hát kijövök a DM-ből, maszkot elmegyek a zebráig, megyek a városháza fel, ott levehetem, de aztán, hogy a zebrán átértem, felrakhatom, akkor ott el kell bánpognod. Na, emiatt aztán persze, hogy az a jó, hogyha viseljük végig a maszkot. De hát tudom én, hogy azért hoztátok, hogy ne szivassuk már az embereket még jobban, mint amennyire meg vagyunk szivatva. Van egy kötelezettségünk, mint 10 000 lakos fölötti városnak.
van egy kötelezettségünk, amikor nekünk ki kell jelölnünk valamilyen módon a maszk használatra helyeket. Mégis Csaba úgy oldotta meg az első körben, hogy mindenhol kötelező. Debrecen meg úgy, hogy sehol se. Nem, náluk is van kötelezettség. Csak hát az a méterbejárat. Méterbejárat. Az, amit mi is most második körben megcsináltunk. Csak ők azt hiszem 50 méter. Hát nekünk az mondjuk fura. Első körben én is az 50 métert határoztam meg, de úgy gondolom, hogy nincsen jelentősége. Ózd egyébként még, Ózd vagy Miskolc. Miskolc még egyszerűbben oldotta meg, ő 5 métert írt elő. Ez mind ilyen számháború, ami egy kínunkban kierőlködött valami, ami úgy rossz, ahogy van. Megtesszük, mert akarjuk védeni magunkat, a körülöttünk élőket, mindenkit, aki még nem fertőződött meg, és potenciálisan megfertőződhet. Aki még nem fertőzött meg, és potenciálisan megfertőzött, az alakosságnak az a része, aki nincs benne a 181 főben, amit említettem. Meg hát gondolom, hogy ennél sokkal többen vannak, csak nem mindegyik jut el hozzánk, nem minden információ. Jó, és hát én még életemben nem fogok, éltem meg olyan szilveszert, amit most fogok. Tehát, hogy se durrottatás, se semmi. Fent. Azért ez furcsa lesz. Szilveszterkor végül is egy hétköznapi. Nyugodt, csendes este. Én emlékszem egy ilyen szilveszterre. Nem tudom, talán 7 éves lehettem, 6-7 éves. Szüleim elmentek otthonról, egyedül voltunk otthon, és soha nem felejtem el, hogy szilva befőttet ettünk nagy 5 literes befőttes üvegből, de az olyan volt, mintha kocsonyás lett volna a leve. Hát ez úgy megmaradt bennem. Egyedül voltunk, nem volt dúroktatás, mert akkor ez még nem volt szokás. Nagyon tülkölése volt, mert a Deák Ferenc utca azért nem esett annyira bele ebbe a történetbe. És hát ez is a várakozásainknak a közeli jövő várakozása, a karácsonyvárás. Annak a várakozása, hogy minden rossz ellenére ez egy békés, nyugodt, áldott, ki mit szeretne, olyan karácsonya legyen, még akkor is, hogyha ezt nagyon szűk körbe kell megélnünk az idén. Ámen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát szebb évet a következőkre, mint az idei volt. Sokkal szebbet. Köszönöm szépen.